Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Egy szerelmi jóslás, ahol megnézzük a te érzelmeidet, gondolataidat, lépéseidet, ugyanúgy az övét is, azon kívül, hogy milyen befolyások vannak, és hogy mit hoz a jövő. Ezt a jóslást én úgy hívom, hogy a szerelem kertje, hiszen ez a szerelmes pár itt ebben a parkban látható. Ez egy általános kivetés, de megvan arra a lehetőség, hogy kért tőlem ezt a jóslást, a szerelem kertje. A díjam az 4000 forint, védikus asztrológiával együtt 10000 forint. És most kezdenék. Először is megnézzük a te érzelmeidet, amennyiben te egy hölgy vagy. Itt látható a hold, és ez jelenti az álmaidat, a vágyaidat, az elképzeléseidet. Persze, ezek lehetnek anyai érzelmek is. Veled szemben ez a férfi szimbolizálja a társadat, vagy általánosságban jelentheti a férfiakat is, és most megnézzük az ő érzelmeit. Itt a szív, a szerelem látható. Ő szeretettel közeledik hozzád, ő szeret téged. Most megnézzük az ő gondolatait és terveit. Itt a gyermek látható, az lehet, hogy szeretne egy gyermek áldást, vagy jelenteti a gyermekeket, de utalhat ártatlanságra, vagy egy új kezdetre is. És most megnézzük a te gondolataidat, amennyiben te egy hölgy vagy. Mi a terved? Mi foglalkoztat téged a gondolatokban? Itt látható a kígyó. Ez jelentheti a megújulásokat. Jelentheti az egészségügyi területet, lehet, hogy ezen a területen dolgozol, és a munkát foglalkoztat téged a gondolataidban. Ez a kígyó lehet egy nő is. Lehet az anyukád, lehet a barátnőd, lehet a kolléganőd. Nem lehet tudni, hogy milyen hatással van rád, hiszen ez lehet egy jó barátnő, ez lehet segítség, de lehet egy ellenség is, vagy egy rivális nő, például az ő ex-barátnője, és ezen töprengsz, hogyan tovább, milyen befolyása, milyen a befolyás ettől a nőtől. És most megnézzük, hogy milyen befolyás alatt állsz te ki, vagy mi hat rád a külső befolyások. Itt a halak láthatóak, ez jelentheti az anyagiakat, hogy valakivel beszélni kell anyagiakról, ezeket a dolgokat rendezni. A halak, a pénz, az összefüggésben áll a munkával, a hivatással is, lehet, hogy itt lesz majd külső befolyás. De a halak jelentik a belső értékeket is, hogy valaki közeledik hozzád, mert te értékes vagy számára. És mi a külső befolyás nála? Itt megjelenik a ravasság, tehát hamis kapcsolatok, vagy azt is jelentheti a ravasz róka, hogy valaki figyelgeti őt. És mit fog tenni az ő lépései? Valamit szeretne változtatni a helyzeten, hiszen a gólya utal változásokra. Ez lehet egy költözködés, ez lehet egy munkahelyi változás, azt is jelentheti, hogy megváltozik a hozzáállása. Mivel nála megjelenik a gyermek és a gólya, ez lehet egy kisbabának a születése is. És
milyen lépéseket kell, hogy te tegyél, a te lépéseid. Itt a lilium virág jelenti a tiszta gondolatokat, tiszta érzelmeket, vagy szeretnél vele tisztázni valamit. Ebben a parkban itt van egy szökőkút, és az irány mutatja a jövőt. Milyen lesz a jövőtök? Itt a felhő látható, és az azt jelenti, hogy még nincsenek konkrét tervek, még minden olyan bizonytalannak tűnik, minden olyan átláthatatlannak tűnik. Holott ez a felhő jelenti az időt is, mégpedig fél évet, hogy fél éven belül lesznek majd komoly tervek, akkor tisztázódnak a dolgok, és ebben az esetben a kígyó jelentett egy átmeneti időszakot. És ez volt a szerelmi jóslás, a szerelem kertje. Amennyiben tetszett a videó, örülnék annak, ha lájkolnád, vagy jelentkeznél a csatornámra, leírhatod a véleményedet a kommentárba, vagy annak is örülnék, ha megkeresnél a Facebook oldalon, Dendera Medici, vagy Dendera Susanna Medici, ahol naponta megjelenik a Maja Naptár. És én kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!